Nem tudom, mi lesz ennek a káosznak a vége, hiszen egyikük sem akar megállapodásra jutni. Amíg velünk nem szórakoznak és békén hagynak, minden rendben van. Igen. Jelen pillanatban már jobban félek tőlük, mint a rendőrségtől. Hé! Abba hagyni a duruzsolást! Baromira zavar, hogy itt sugdoroznak nekem! Csak hogy tudja, bizony minket is baromira zavar a maga idegesítő jelenléte. De mi mégis elviseljük azt. Akkor el is vonulunk innen, hogy ne zavarjuk magát. Carmela, menjünk az étkezőbe. Hé, nyugalom! Lassan a testtel! Inkább szemmel tartom magukat. Nem akarok meglepetéseket. Hát, nézze! Tévedésben van velünk kapcsolatban, uram. Ugyanis mi nem vagyunk a maguk fogjai, vagy ilyesmi. Ha ez mit szól, ha? Ne vitatkozzunk vele, Carmela. Ez csak fenyegetőzni tud. Bosszantó egy alak. Maga szerint mi zajlik oda bent? Miről beszélhetnek, ha? Nem garantálhatom, hogy veletek maradok, amíg úgy döntötök, hogy elmentek ebből a házból. Ha itt kell, hagyjalak benneteket, én megteszem. Gondolkodás nélkül. És mikor világosított fel a rendőrséget, hogy te nem vagy benne ebben a buliban? Abban a percben, amikor kiteszem a lábam ebből a házból. Légy szíves, ne veszekedjetek, most nem ez a legfontosabb. Inkább állapodjunk meg, hogy milyen pénzösszeget fogunk követelni tőlük. Armando Navarro, figyeljen rád, kérem! Mi a fenét akarnak tőlem? Pontosan tudjuk, hogy hal bennünket, úgyhogy figyeljen ide! Van itt egy bizonyos személy, aki beszélni kíván magával. Nézzen ki valamelyik ablakon, és rögtön meglátja, kiről van szó. Ne csináld! Ereszel, Fernando, ereszel! Tudtam, hogy ő lesz! Mi a fenéért nem képes nyugton maradni? Armando! Armando, kérlek szépen, hallgass rám! Armando, neked semmi között hozzájuk. Beszéltem a rendőrökkel, és elmondtam nekik, hogy nem azért vagy ebben a házban, mert az állítólagos bűntársa lennél, Dinóra Rosszán lesznek, és Fernando Escandonnak. Nem keverhetek bele téged a bűncselekményeidbe. Úgyhogy kérlek szépen, gyere ki, Armando, és tisztázd magad egyszer s mindenkorra. Armando! Hallod ezt az ostoba árulót? Bizonyára teljesen eláztat minket. Persze, hogy ő és Armando mentesüljenek a felelősség alól. De hallgatásra bírom, és ha kell, akkor egy golyóval fogom be a száját. Hé, ne csinálj semmit! Kizárólag csak az igazat mondja. De hát ők sem teljesen ártatlanok, mert így vagy úgy, de bizony ők is bemocskolták a kezüket velünk. Vagy ne talán tévednék? Mit nyersz azzal, ha belerángatsz minket ebbe az átkozott ügybe, Dinóra? Ha meggondolatlanul cselekszel, mind a pokol kénköves tüzére kerülünk, és akkor nem segíthetünk egymásnak. Inkább valami más találjatok ki. Mi a fenét keresel itt? Hát nem látod, hogy ezzel csak még tovább rontasz a helyzetemen? Megparancsolom neked, hogy menj haza és várj meg ott! Armando, nem vagy abban a helyzetben, hogy parancsolgass nekem! A feleséged vagyok, és melletted a helyem! Gyere ki most rögtön! Armando, ha továbbra is kitartasz Dinóra és Fernando mellett, életed legnagyobb hibáját követed el, értsd meg! Kimegyek. De nem azért, hogy megadjam magam a rendőrségnek. Közvetlenül az akciót vezető tiszttel akarok beszélni. Vele fogsz beszélni, Armando, ne aggódj! Ha békével jössz ki és együttműködsz velük, tiszteletben tartják a jogaidat. Gyere ki, kérlek! Me dijiste, yo te quiero. Y la noche fue testigo de nuestra pasión. Jöjjön közelebb, kérem! Hát ez... Hát... De miért megy ennyire közel? Ezek a rohadékok akár golyót is röpíthetnének belé! Tudja jól, hogy mit csinál. Nincs egyedül, és Armando Navarro nem fog lőni, hogyha a felesége is ott van. Előbb én szeretnék beszélni vele, rendben? Itt a megfelelő pillanat, amire vártunk. Egyaránt kedvező nekem és nektek is. Kifejtenéd bővebben? Roppant egyszerű. Tisztázom a helyzetemet, és ugyanakkor ismertetem a követeléseiteket. Határozottnak kell lenned, Armando.
Tudod, hogy milyen összeget követelünk, hogy milyen formában kérjük a pénzt, és hogy hogyan kell elengedniük minket ahhoz, hogy megmentsék Juan és Gabriela életét. Részletesen elmondom nekik. Remélem, minden jól alakul. Várjon, Don Armando, ne hagyjon itt egyedül! Ne legyél már nyuszi, Memo! Csak beszélek a tisztel, és mindjárt visszajövök, nyugi! Nem, nem. Na és ha nem engedik visszajönni? Nem, én nem nekik dolgozom. Mellesleg teljesen véletlenül keveredtem bele ebbe az egészbe, Don Armandito. Úgyhogy jobb szeretnék magával menni. Valakinek figyelnie kell kettőjükre. Egy pillanat, szenyóra. Én nem maguknak dolgozom. Az én helyem Don Armandito mellett van. Hadd menjen. Nem fogunk könyörögni egy ilyen pojáca segítségért. Memo, gyere velem. Jövök, főnököm. Maguk pedig. Ne legyenek olyan nyugodtak. Csak mert ez a barom elment, még nem változik semmi. Én magam fogok figyelni mindenkire. És a legapróbb hibánál. Ölni fogok. És az a férfi azonnal tegyék le a fegyvereket. Sajnálom, nyomozó. De amíg nem rendezzük el ezt a dolgot, addig nem teszünk le semmit. Előbb beszélünk. Megmondtam neked, hogy nem kéne ide jönnöd. De mégis mit tehetek, ha már itt vagy, drágám? Lehet, hogy a jelenléted segít megoldani a dolgokat. Vagy végez velünk, és a pokorra juttat minket. Értse már meg végre, biztos úr. Orvos vagyok. Nem kíváncsiságból vagyok itt, vagy mert a barátja vagyok azoknak, akiket a házban fogva tartanak. Nem, hanem mert szükség lehet a szolgálataimra. Nagyon köszönjük, doktor úr. De minden eshetőségre felkészülve már itt van velünk egy mentő és néhány ápoló. Ugyan már. Egy olyan helyzetben, mint amilyen ez is, mindig jól jön egy orvos. Szegény Gabriela lányai bizonyára halálra idegeskedik magukat a történtek miatt. És nem csak ők, hanem a férfiak is egyaránt. Bárkinek szüksége lehet orvosra. Kérem, emberek, ne okozzanak nekem több gondot, és különösen nem most. Az a parancs, hogy ne engedjünk be senkit. Uram, engedjen be. Tudja, hogy eddig bent voltam. Egy percre mentem el, de már itt vagyok. A testvéremmel és a többiekkel kell lennem. Sajnálom, de a parancs mindenkire vonatkozik. Várjanak itt, ha akarnak, de elővigyázatosságból jobb, ha nem mennek a ház közelébe. Túl veszélyes. Mit csinálnak? Armando Rosarióval van. Épp most beszél a túsztárgyaló tiszttel. És odaadta már neki a papírt, amit írtam? Pont ebben a pillanatban nyújtja át neki. Ne légy már türelmetlen. Jó, de nem zavarodhat bele az utasításokba. Nem bízom meg Armandóban. Én viszont igen. Armando nagyon eszes, és jól tudja, hogyan kezelje ezt a dolgot. Ah, igen, persze. Teljesen megbízom benne. Ő a legjobb barátom. Biztos, hogy sosem hagyna engem cserben. Ezt az elképesztő összeget kérik, hogy szabadon engedjék Juan Reyes-t és Doña Gabrielát. Készpénzben és kis címletű bankokban. Amint a kezükben van a pénz, azonnal elhagyják a birtokot és elengedik őket 15 percre innen. Ez nem túl megbízható javaslat. Én csak a követeléseiket továbbítom maguknak. És előre közlöm magával, hogy nekem az ígvilágon semmi közöm ehhez, mert én nem veszek részt az itt történtekben. Nem kell magyarázkodnod, Armando.
Én már elmondtam nekik, hogy te teljesen véletlenül vagy itt ezen a birtokon. Fernando egyik legjobb barátja vagyok, ezt nem is tagadom. De szeretném letisztázni, hogy semmi közöm nincs Dinora Rosaleshez. Fogalmam sem volt róla, hogy ebben a házban bujkál, mert ha tudtam volna, a közelébe sem jövök ennek a helynek. Akkor miért van itt, Señor Navarro? Fernando felhívott este. Azt mondta, hogy problémája van, és személyesen akart beszélni velem. Én persze idejöttem a hívására, ahogy bárki más tette volna. És így keveredtem bele ebbe. De ez nem az én hibám. Őt is megkérdezheti, hogy megerősítse. Na és mi van, hogyha Señor Reyesék nem fizetik ki ezt az összeget? Nem hinném, hogy megtagadják. De kérdezze meg őket. Nekem vissza kell mennem, hogy átadjam a választ. Közvetlenül velük fogjuk közölni a választ. Tehát magának nem kell visszamennie. Dehogy nem. Bent várnak rám. Armando. Armando, légy szíves, ne menj vissza abba a házba. Kérlek szépen, semmilyen kötelezettséget sincs Fernando, és pláne Dinora felé. Armando, menjünk haza. Gyere. Sajnos egyedül kell mennie a Doña Rosario. Ugyanis a férjének velünk kell jönnie. Miről beszél? Mégis miféle csapda ez? Nem, ez nem csapda, Señor Navarro. Egyszerűen csak nem hagyhatjuk elmenni magát mindaddig, amíg nem tisztázzuk egész pontosan a részvételét az ügyben. Nyugodjon meg! Hisz a napnál is világosabb! Mit gondol, miért játszom a közvetítő szerepét maguk és köztük? Nem, uram! Engem nem kevernek bele a bűncselekményeikbe! Ne izgassa fel magát, Señor Navarro. Ha ártatlan, akkor nincs mitől félnie. Nagyon sajnálom, de engem nem fog letartóztatni. És arra sem kényszeríthet, hogy magával menjek. Nagyon sajnálom. Armando, Rosario, nyugodj meg! Most rögtön elmegyünk innen. Armando! Menjünk! Memo! Engedelmeskedjen, uram! Hiába próbálkozik, nem mehet el engedély nélkül. Nincs szükségem az égvilágon senki engedélyére sem, mert nem vagyok bűnöző, és nincs elszámolnivalom az igazságszolgáltatással. Megadtam magának a magyarázatot, érje be ennyivel! Nem, elég volt. És kérem, uram, nyugodjon meg. Nincs semmi más magyarázni való. Tévedsz, Armando Navarro, mert rengeteg van. Vagy elfelejtetted, hogy mit tettél velünk, különösen velem? Te jobban teszed, ha egy szót sem szólsz. És látni is csak egy módon akarlak, holtam! Armando. És ezért küldted rám a bérgyilkosokat, igaz? Ezért akartak többször ez is megölni! Szemeszedett hazugság! Igen? Nincs szükségem bérgyilkosokra ahhoz, hogy elrendezem a magánügyeimet! Tényleg? És honnan jött Herzog és Rubinski? Ez a két gazember elrabolt a Jimenát és engem, mert összekevertek Frankóval! Ne tagadja, hogy minden áron végezni akart vele a beteges féltékenysége miatt. Jól van, Oscar, elég. Hagyd abba, kérlek. Minden jogunk megvan számon kérni őt, még mielőtt a fickó elszökik és megússza. Nyilvánvaló, hogy köze van Fernandohoz és Dinora Rosaleshez. És ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy ez a nő az ő egyik házában bujkált. Igen, mindig is egy húron pendült Fernandoval. Miért nem fogjátok be a szátokat, rohadt szemetek? Félsz, hogy elmondjuk az igazat? Miért nem mondod el, milyen ocsmánságokat művelt, miért féltékeny volt rám? Armando, csak provokálnak. Ne is figyelj oda rájuk. Menjünk el innen, kérlek. Nem! Nem megyünk el, itt maradunk. Elrendezem ezt a dolgot egyszer s mindenkorra. Nem hagyom, hogy felszarvazott marhának tűnjek. Igen? Egy olyan szerencsétlen senkiházi miatt, mint ez. Igen, a nyomorult. Én is képes vagyok végezni veled, Franco Reyes. Nem kellenek bérgyilkosok. Vegye le a fegyvert! Maga nem parancsol nekem. Főleg akkor, amikor épp egy becsületbeli ügyet rendezek le!